Közvetlenül 30, közvetve pedig több száz lakóházat veszélyeztetett Borbánya déli részén és Kisteleki szőlő határában a felgyülemlett belvíz. Szakemberek szerint itt a talajvíz már nyáron is jóval az átlagos felett tetőzött, a kedvezőtlen időjárási körülmények pedig tovább rontották a belvíz helyzetet. A Kevíz 21 ZRT az elsők között ajánlotta fel segítségét, a cég önköltségen vállalta ennek a csapadékelvezető ároknak a kiépítését. Egy hét alatt 10 emberrel és 3 munkagéppel készült el a csatorna szakasz. Gravitációs csapadék csatornát építünk ki, aminek hossza több mint 1 kilométer, 3 méteres leásású mélységgel némelyik helyen a beágyazásnak a szélessége meghaladja a 10 métert. Összességében egy 12 000 köbméter földet mozgatunk meg. Itt folyik majd el az a több százezer köbméternyi víz, amely a már megépült Gyík utcai árkon keresztül végül a 8-as számú főfolyásba érkezik, vagyis egy már működő rendszerbe vezeti a belvizet. Szakemberek szerint a csatorna a rendkívül pontos tervezésnek köszönhetően nem csak a felszíni, hanem a felszín alatti talajvízszint csökkentésére is alkalmas, ami így a szakértők szerint 40-50 centit is apadhat. Az elvezető árok egyébként több magánterületet is érint. A több mint 1 kilométeres szakasz egy része ezért augusztus végén zárt csatorna rendszerként üzemel majd tovább. Kovács Ferenc szerint országos szinten is példátlan a szakmai és lakossági összefogás. 22-en tettek írtak alá szándéknyilatkozatot, hogy szeretnének segíteni, részt venni a katasztrófa elhárításban, ugye a belvízi problémák megoldásában. Azóta újabb 6-8 vállalkozó jelentkezett, folynak az egyeztetések, a város 20 pontjára elkészültek a tervek, tehát nyomvonalkijelölés, felmérés, belvíz elvezető árok, vízitározó építéséről van szó, vagy fix szivattyúzási pont létrehozásáról, és több helyen megkezdődik a héten a munka, és jövő héten, ha minden igaz, minden területen, tehát a geodét, a mérnökök által kijelölt területeken egyszerre folyik majd a munka. A tervek szerint jövő héten a Malomkertben, Sóstóhegyen, Nyírszőlősben és Oroson is megkezdődnek a belvízvédelmi munkálatok.